két hét múlva ki kellett mennem Budaörsre, és ekkor dicsőség az Úrnak, hogy átadtam az életemet Jézusnak, és meg is keresztelkedtem. És egy nap alatt, azon az estén eldőlt az, hogy soha többé nincs visszaút a régi életbe. Soha többé nem volt szükségem kábítószerekre, soha többé nem voltam részeg, és néhány nap múlva abbahagytam a dohányzást is. És már aznap este eldöntöttem, hogy visszatérek a feleségemhez, akivel 6,5 éve éltünk együtt, hol együtt, hol külön. Akkor éppen úgy nézett ki, hogy végleg külön. Már élt az első gyermekünk, Kristóf, aki akkor volt már 1,5 éves, de ennek ellenére úgy nézett ki, hogy a kapcsolatunknak végleg vége van, és ennek ellenére nem lett vége, hanem folytatódott. Hazamentem Klárihoz, és ekkor kezdődött el igazából a kapcsolatunk, és azóta hűségben tudunk együtt élni 20 éve. Ez a helyzet. És ez önmagában nagyon nagy szó, mert én egyszerűen el sem tudtam volna képzelni az életemet, úgy, hogy egy nő mellett ezt élem le. De nem csak egyszerűen a szükségből, hanem elvből, mert mint ahogy mondtam, olyan elméleteknek a fogságába éltem, amelynek ha egy szóban kell kifejezni, a közös nevezője a lázadás volt. És éppen ezért Budaörsön megtapasztaltam azt, hogy Isten hatalmas szabadító, mert amikor az első összejövetelen, az első olyan összejövetelen, ahol Sándor azért imádkozott, hogy démonoktól megszabaduljunk, amikor hozzám ért kézrátétellel, egy hatalmas villám átsütött az egész testemen, és pontosan lázadás ellen imádkozott, és megszabadultam ebből, hála Istennek. És azt tudom mondani, hogyha most először vagy itt, vagy talán nem először, de még soha nem adtad át az életed az Úrnak, akkor ne menekülj tőle, mert az Úrban sokkal nagyobb és sokkal jobb dolgok várnak, mint azt kívülről el tudja az ember képzelni. Az ember, amíg nem ismeri meg az Urat, addig csak tilalomfáknak az erdejét, kényszereket látja Istenben. Erről nyilván tehet az a fajta vallásosság is, amely ilyen képet alakított ki Istenről. De Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő a szeretet. És ezt a szeretetét abban mutatta meg, hogy Jézus Krisztusra helyezte rá az összes bűnünket. Természetesen most nem arra vállalkoztam, hogy ezt mind felsoroljam a saját életemről, mert az nagyon hosszú lenne. De azt gondolom, hogy mindegyikünk, ha őszinte, akkor hosszan tudná sorolni azokat a nyomorúságos és mocskos dolgokat, amivel önmagunkat is megsértettük, önmagunkba is kárt tettünk, és Istent is megsértettük. De Isten abban mutatta meg a szeretetét, hogy mégsem ekként ítélt bennünket. Nem a bűneink szerint cselekedett velünk, és folyamatosan ezt a jóságát és jó indulatát fenntartja az ember felé. Úgyhogy arra szeretnék bátorítani téged, hogy akár mit is tettél az eddigi életedben, akár ilyen dolgokban voltál benne, akár nem, de egy biztos, hogy szükséged van Jézus Krisztus kegyelmére, mint ahogy nekem volt. És el tudom mondani, hogy azóta rengeteg csodát éltem át. Nagyon sokszor megtapasztaltam azt én magam is, hogy mikor imádkoztam emberekkel, vagy imádkoztunk a testvérekkel, meggyógyultak emberek, démonoktól szabadultak meg emberek. Mert Jézus azt mondta, hogy akik hisznek bennem, azok cselekszik is azokat a dolgokat, amiket én cselekedtem. És ne félj ettől. A hívő élet a legnagyobb kihívás, és a legbátrabb, és bizonyos értelemben a legvagányabb élet. És én meg vagyok győződve róla, hogy minden értelemben a helyemen vagyok, ahova Isten tervezett, mert megbánhatatlanok az ő elhívása és az ő ajándéka. Még csak annyit, hogy említettem, hogy az ellen a fajta zsidó lét ellen harcoltam és lázadtam, amibe beleszülettem. Jézus Krisztussal kapcsolatban azt kell, hogy elmondjam, hogy ő a zsidó királya,
és a tanítványai is zsidók voltak az első körben, meg talán még a második, harmadikban is. Így hát számomra semmilyen ellentmondás nem jelent zsidóként, kereszténynek lenni, zsidóként Jézusban hinni, mint Mesiásban, és meg vagyok győződve, hogy ilyen ellentmondás nincs az Új és az Ószövetség között. Ezt az ellentmondást a történelem kreálta, és bízunk benne, hogy a jövőben az Úr ezt fel fogja számolni. És ahogy Jézus mondta, hogy egy akol lesz és egy pásztor, ezt Izraelre és a nemzetekből kihívottakra mondta. És minden területen azt tudom elmondani, hogy főleg így 20 év távlatában, hogy az Úr hűséges, az Úr meghallgat, és hogyha vannak is nehéz szakaszok, amiken átvezet, mert azt nem ígérte meg, hogy nem lesz, de azt megígérte, hogy hűséges lesz ezekben. Azt tudom mondani, hogy bízzál az Úrban. Bízd rá az életedet még jobban, ha már átadtad neki, ha pedig nem adtad még át az életedet Jézusnak, akkor ne félj tőle, és ne menekülj tőle, mert ő a legnagyobb jót tartogatja számodra. Az üdvösséget, az örök életet, a bűnbocsánatot, a gyógyulást, és nem utolsó sorban anyagilag is a felemelkedést, anyagi áldást is tartogat. Isten nem szereti azt a prűd és képmutató gyakorlatot, amely kialakult a történelemben, amely bizonyos vallási rendszereknek a központjait túlgazdagította, de közben a híveinek azt tanította, hogy minél szegényebb vagy, annál jobb helyed lesz a mennyországban. Ezt nem tanítja Isten igéje. Isten igéje azt tanítja, hogy Jézus szegény élet azért, hogy az ő jó téteménye által meggazdagodjatok. Úgyhogy szeretnénk most anyagilag is megáldani a gyülekezetet, azt a gyülekezetet, aminek oly sokan köszönhetjük az üdvösségünket természetesen az Úr után, de ha nem lenne Isten népe, ha nem lennének olyan szolgái itt ebben az országban Istennek, mint Sándor és Judit, és többen, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudtunk volna a Bibliából önmagában megtérni, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Istennek az igéje által. Ezért fontos, hogy prédikálva legyen Isten igéje. Ez pedig, ahogy Jézus mondja, ingyen vettétek, ingyen adjátok, és a gyülekezet mindig is ezt tette. Viszont vannak intézmények, van ez a csodálatos csarnok, ez a színpad, és sok-sok más dolog, ami viszont nekünk is pénzbe kerül, és ezekre kérlek, hogy bőséggel adjatok, és ezen a területen is meg fogjátok tapasztalni az Úr hűségét. Az Úr áldjon meg benneteket, és kérlek, álljatok föl, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy a te hűséged örökkévaló, nemzedékről nemzetégre tart, és minden időben megtapasztalhatják ezt azok, akik a te kegyelmedben bíznak. Köszönöm én is, hogy ezeket a csodákat és még nagyon sok mindent megcselekedtél az életemben és a testvéreim életében is. Köszönöm neked, hogy egyre többen vannak itt ebben az országban, a környező országokban is, hogy a te nevedről neveztetnek. Hálát adok a gyülekezetért, hálát adok a szolgálati ajándékokért, hálát adok neked, Uram, a te dicsőségedért, amely itt van. És kérem, hogy a jövőben is legyen a te kezed rajtunk, a te dicsőséged vonuljon velünk, és vezesse a te népedet hitről hitre, dicsőségről dicsőségre. És kérlek téged, Uram, hogy áld meg ezt a gyűjtést is, add meg, hogy mindenki, aki vet, megtapasztalja a te bőséges aratásodat, hűségedet és szeretetedet ezen a területen is. Jézus nevében. Amen. Halleluja.